Üdvözlöm kedves nézőinket a Göcsei Múzeum YouTube csatornáján, a múzeumi találkozások online esti adását láthatják. Külön köszöntöm ma esti vendégünket, dr. Kostyán László, művészettörténészt, a Göcsei Múzeumnak az igazgatóját. Szia, Laci! Szép jó estét kívánok mindenkinek, akivel együtt vagyunk az online térben. Szervusz, Bálint! Ahogy korábban is el szoktam mondani, Kostyán Lacival mi már több mint két évtizede ismerjük egymást, úgyhogy az előadás alatt tegeződni fogunk egymással. Kedves nézőinktől szeretnék visszajelzést kérni, hogy megfelelő a hang minősége, megfelelő a kép minősége. Szeretném kérni önöket, hogy a chatfalon keresztül adjanak visszajelzést, és miközben ez megtörténik, az előadás menete az eddigi előadásokhoz lesz hasonló. Az előadás alatt a chatfalon lehet kérdéseket feltenni, és az előadást követően pedig Kostyán Laci ezeket a kérdéseket, amelyeket a chatfalon megjelennek, és én felolvasok neki, ezeket meg fogja válaszolni. Az előadás nem csak online lesz megtekinthető, nem csak ezekben a pillanatokban, hanem ahogy az előadás befejeződik, a Göcsei Múzeum YouTube csatornáján egyből elérhetővé válik, utólag is megnézhető, és ahogy megszokhatták, már körülbelül egy hét múlva elkészülnek a feliratok is, így feliratosan is megnézhető és olvasható lesz. Közben érkeznek a visszajelzések, hogy tökéletes a hang és a kép is. Köszönöm szépen a visszajelzéseket. És így az előadás felvezetéseként meg szeretném tőled kérdezni, Laci, hogy mióta foglalkozol Dorfmeisterrel, mióta foglalkozol ezzel a témával? Voltak éppen az 1990-es évek eleje óta kezdtem foglalkozni a zalai barokk festészettel és ezen belül is Dorfmeisterrel. Egyetemi kis doktori dolgozatomat 1994-ben ebből a témából írtam, és azután 97-ben, amikor a művész halálának 200. évfordulója volt, egy nagy nemzetközi kiállítást rendeztünk a Szombathelyi Képtárral, Kismartoni Múzeummal közösen, és egy katalógust is kiadtunk, ami a művésznek a teljes életművére kiterjedt. A közelmúltban egy konferencián kértek föl, hogy a türjei freskókkal foglalkozzak, akkor kezdtem ismét hosszabb szünet után ezzel a témával foglalkozni, és hát egy-két érdekességet sikerült azóta is hozzátenni ehhez a témához. Köszönöm szépen, és még egyet árulj el, bár ez nem a kérdéseknek az időszaka, amikor erről az előadásról hírt adtam, én németesen Dorfmeisternek írtam ki a mesternek a nevét, és hát érkeztek visszajelzések, hogy rosszul írtam. Ezt az én személyes csatornámra, a személyes Facebook profilomon keresztül kaptam ezeket az üzeneteket. Aztán utána néztem, úgy gondolom, hogy talán nem volt rossz, de olyan érdekes, ahogy te is itt a címben megfogalmaztad, hiszen a mai esti előadásunknak a címe egy impozáns későbarokk hazai festőpálya nyitánya, Dorfmeister tűrjén, te AI-vel írtad, én EI-vel írtam, de jól tudom, hogy mindkettő helyes? Ha azt nézzük, hogy ő hogyan írta, akkor az két F-fel, mert ez is fontos, és AI-vel. Talán egy vagy két kivétel volt, amikor nem, de 98%-ban A-val, I-vel írta. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az autentikus. Érdekes, hogy van egy fia, az ifjabb Dorfmeister István, aki egy F-fel és E-vel írta. Köszönöm szépen a választ, és mielőtt elkezdődni az előadást, beavatjuk a nézőket, hogy technikai okokból ezt az előadást előre felvettük, ezt felvételről fogják látni, de az előadás elhangzása után ismét bekapcsolódunk ezen a képernyőn keresztül, és fel fogom tenni az önök által a chatfalon írt kérdéseket Kostyán Lászlónak.
Úgyhogy akkor kezdődjön az előadás. Előadásom címe egy impozáns későbarokk hazai festőpálya nyitánya, Dorfmeister Thürjén. Az előadással Orha Zoltán régész kollégámnak az ugyanezen a csatornán elhangzott előadásához csatlakozom. Ő a thürjei templom középkori periódusának a feltárásáról tartotta az előadását néhány héttel ezelőtt. Ennek során kitért arra az apáti sírkamrára is, amelyben a 18. század derekán elhunyt Nolbeck Rafael apátnak a földi maradványai nyugodtak. Én ugyancsak a 18. század középső időszakának történéseiről, a thürjei templomban lévő freskóknak a festőjéről, és a magáról a festésnek a jellegzetességeiről szeretnék beszámolni. A Göcsei Múzeum a 2000. esztendő tavaszán rendezett nagy állandó kiállításának előkészületei során a Keszthelyi Balatoni Múzeum grafikai gyűjteményéből került a kezembe egy kétségkívül eredetinek tűnő vázlatrajz. Amelyet szignatúrája szerint Dorfmeister István készített 1761-ben, hát a szignatúra nem egész tökéletesen látszik rajta alul. A középen függőlegesen két azonos nagyságú mezőre osztott rajz két hasonló, de eltérő nézőpontból látott jelenetet mutat. Egy újszülött csecsemőt gondozó fiatal nő alakot. Balra a háttérben mindkettőn félrehúzott, nehéz, rojtos szélű függöny látszik. A jobb oldali kompozíción nem konzekvensen megrajzolt négyzethálós osztás látható. A szálkás traffozással papírra vetett, szinte metszetszerű hatást keltő, finoman részletezett alkotás, rajzi technikáját tekintve a Bécsi Akadémia professzorának, Paul Trogernek a hatása szembetűnő, kétségkívül jól képzett, biztos művészkézre val. Eredetéről csupán annyit lehet tudni, hogy a sümegi darnai gyűjtemény anyagával került a Keszthelyi Múzeumba az 1930-as években. Funkcióját tekintve olyan kompozíciós vázlatnak tűnik, melyen a művész egy részlet beállításának, egy mozdulatnak a leginkább megfelelő, legadekváltabb megoldását kereste. E feltevés támasztja alá a felnagyítást elősegítő négyzethálós osztás is, amely csupán a sikeresebbnek tekintett variáción jelenik meg. Az alkotás a Dorfmeister kutatás szempontjából kettős jelentőséggel bír. A művésztől egyrészt alig ismerünk rajzot. A halála 200. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállításra, ez négy helyszínen volt annak idején megrendezve, 1997-ben. Az erre készült nagy katalógus mindössze egyetlen, valószínűleg színházi díszlethez készült, datálatlan szánkó rajzáról tudott. Az itt szóban forgó grafika mindenekkel szemben évszámmal jelzett, és legkorábbi, konkrétan ismert magyarországi munkájának esztendejéből származik. Vagyis ebből következik, hogy Dorfmeister ebben az évben jelent meg, Thürjén. Emellett éppen az évszámból adódóan adalékul szolgál a fiatal Dorfmeister a későbbiektől eltérő munkamódszerének megállapításához is. Hát itt elsősorban azt értem, arra gondolok, hogy ebben az időben még vázlatokat készített, ahol kereste a megfelelő beállítást. A későbbiekben olyan sok munkája akadt egy-egy évben, 15-20 évvel később, amikor egészen biztos nem volt ideje vázlatokat papírra vetni, legfeljebb elővenni korábbi vázlatait, valószínűleg neki is volt egy vázlatkönyve, mint több más festőnek ebben az időszakban, és régebbi vázlatai, illetve más mestereknek ismert kompozíciói ebbe voltak fölskiccelve, és ezeket tudta a későbbiekben felhasználni. Az első kérdés esetünkben az, hogy mihez készülhetett ez a vázlat.
A gyermek nemét egyik variáción sem lehet megállapítani, gesztusa a baloldali kompozíción áldó mozdulatot idéz. Ez azonban nem igazán karakterisztikus. Az őt gondozó nő alak ugyanitt fedetlen fejjel, kissé zilált hajjal, mélyen dekoltált ruhában jelenik meg. Így Mária alig ha lehet. A jobboldali változaton köpenyébe burkolódzik, és a gyermeket egy kendőbe takarja be. A megoldást a művész 1761-ben, illetve az azt követő években készült alkotásainak tematikai vizsgálata adhatja. Andreas Schweigel szobrász egy a Brünni városi levéltárban őrzött kéziratos munkája szerint, ez még a 18. század végén készült, legvégén, a munka a Brünnben és környékén 1588 és 1800 között dolgozó képzőművészeket írja össze. 1761-ben a morvaországi Kremzírben, ma Kromerzsiz, Csehország, tehát az itt lakó festő korábban a Hradisi Premontrei Kolostorban, vagy Kolostornak dolgozott. Hradis, ma Uherské Hradistje, szintén Csehországban, Morvaországban. Ugyanebben az évben készítette Dorfmeister a türjei Premontrei templom Szent Anna kápolnájának falképeit. 1762-63-ban a rendháznak, valamint a templom szentélyének és hajójának freskóit. 1764-ben pedig a templom oltárképeit. 1761. június 13-án Kremzírből írt, a brünni levéltárból kapott tájékoztatás alapján ma már töredékes változatban fennmaradt levelet valamilyen prelátusi tisztséget viselő egyházi méltóságnak, amelyben saját munkáit ajánlotta. A következő 1762. év április 22-én pedig még mindig Kremzírben vette nőül első feleségét, Franz Annát. Az esküvő után 9 nappal viszont tudjuk, hogy a festő már Türjén volt, hiszen Türjén fiatal feleségével együtt 2 ezüst szívet ajánlott föl ezen a napon a Szent Anna kápolnában álló kegyszobornak. Feltehetően pedig ezt követően költözött Sopronba. Ez ugyancsak 1762, nagy valószínűséggel nyáron történhetett. Az ezekhez a Hradisban készített munkáit mindmáig nem tudtuk azonosítani. Ezek gyakorlatilag vagy azóta elkallódtak, vagy pedig miután szignálatlanok nem sikerült konkrét művészkészhez kötni őket. A vázlatok, amelyeket képen látunk, alig ha ki ezekhez készültek, hiszen múzeumba kerülésük helye alapján valószínűleg már hazánkba érkezése után rajzolta őket. Türjén a Szent Anna kápolnában nem hasznosíthatta a vázlatokat. A templom szentélyének, türjei templom szentélyéről van szó, déli lurentájában lévő Mária születése kompozícióhoz, azonban igen. Itt láthatjuk ezt a kompozíciót. Kétségtelen ugyan, hogy az újszülött és az őt gondozó nő alak itt megvalósított beállítása eltér a rajzon szereplő mindkét változattól. De a festő máig ismerté vált alkotásai közül időben, jellegében, tematikájában kizárólag ehhez illeszkedik, gyakorlatilag zökkenőmentesen. Kézenfekvőnek látszik, hogy végül a jobbnak tartott variáció sem elégítette ki teljes mértékben a művészt, vagy pedig megbízóját, a csornai és a türjei apátság ekkori prépostját, Tadeusz Schrabelt, illetve ennek türjei adminisztrátorát, akit Hönig Lajosnak hívtak. Így azonban további változtatásokat eszközölve alakíthatta ki a végleges megoldás. A két meg nem valósított változatot talán vázlatkönyvében őrizte meg, bár 3 későbbi, hasonló témájú oltárképéhez egyiket sem használta föl, ezek a Kemenes Sömjéni, a Sásdi és a Hímesházi templomban ma is láthatóak. 1761-ben a csupán a következő évben Kremzírből Sopronba áttelepülő, ekkor mindössze 20 éves Dorfmeister megérkezett Türjére. A premontrei rend itteni,
4 éve Csornához tartozó, még a 13. században épült templomába, Tadeusz Schwab prépost megbízására, hogy elkészítse a Szent Anna tiszteletére szentelt oldalkápolnának a falképeit, valamint a templom és rendházának barokk dekorációját. Itt láthatjuk a templom belsejét. Ahogy korábbi előadásban elhangzott, a templom felújítása a közelmúltban zajlott, illetve most is folyamatban van. A feltárásról láthatunk itt jobb oldalt egy képet. A freskó készítésének munkáját a Szent Anna kápolna évszámmal is ellátott szignójának tanulsága szerint ebben az évben, tehát 1761-ben Dorfmeister meg is kezdte. Munkásságának előző állomásáról adataink ellentmondásosak. Az említett levél szerint ebben az évben nyár elején még Remzírben tartózkodott, tehát 1761-ből van szó, és minden bizonnyal dolgozott is, ahová annak a Kradisnak rendházából érkezett, amely Türjének és Csornának is a nyakolostora volt. Tomek Ödönnek a Sopron vármegye műemlékeiről 1902-ben készített összeállítása arról tudósított, hogy 1760-ban a művészt még a bécsi, 1760-ban a művész a Csornai templomban és a rendház nagy termében készített falképeket. Két évvel korábban, 1758-ban Dorfmeistert még a bécsi képzőművészeti akadémia hallgatói között említették, ahol ebben vagy a következő évben fejezhette be tanulmányait. Így önálló pályáját alig ha kezdte 1759 előtt. Gondoljunk bele, ekkor 18 éves. Sokáig nem tudtuk egyébként, hogy mikor született, kétféle variáns volt erre nézve forgalomban, hiszen a halotti anyakönyvi kivonat Sopronban hunyt el, azt írta 1797-ben, hogy a művész 68 éves korában halt meg, és a korábbi szakirodalom 1729-re tette a halálozási időpontját, illetve a születési időpontját. Ugyanakkor van egy feszületes képe a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe, amely 1785-ben készült, és ezen föltüntette, hogy 44 éves korában festette. A pályakezdése az rendkívül fiatalkorinak tűnik, azonban nem nagyon régen Jávor Anna kolléganőm, a Magyar Nemzeti Galéria nyugdíjazott, most már igazgató helyettese, megtalálta Pozsonyban a művész születési anyakönyvi kivonatát 1741-ből. Úgyhogy a születési időpontja ez egészen bizonyos. A csornai falképek, amelyek az említett Tomek Ödön könyv szerint 1760-ban készültek, és ha valóban léteztek, egy tűzvészben már a 18. század végén elpusztultak. Székely Zoltán, aki a csornai templom történetének összefoglalását készítette, nem tud róluk, ez néhány évvel ezelőtt született ez a mű, és bár keletkezésük 1760-as évszáma jól beleillene a templom felújításának, nagyjából ekkor befejeződő munkálataiba, egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a róluk szóló adat téves volt. Ez persze nem változtat azon a tényen, hogy Dorfmeistert az 1757-től hivatalában lévő és Kradisból kinevezett Schwab prépost hívta Magyarországra. Csak éppen nem Csornára, ahol ő egyébként székelt, hiszen a türjei rendház Csornához tartozott, hanem egyenest Türjére hívta. Az 1760-as évszámot abban a tekintetben mégsem vedhetjük el a festő magyarországi működésének kezdetével kapcsolatban, hogy egy azóta elveszett, de bizonyosan megvolt kézirat tanúsága szerint ebben az évben vállalta el a türjei megbízást,
vagyis ebben az évben kötött szerződést a falképek megfestésére, 1760-ban. Az elkészítendő freskók és oltárképek festőjének kiválasztásánál a prépost talán azért vált bizonytalanná és fordult segítségért az anyakolostorhoz, Kradishoz, mert a magyarországi festészet éppen nemzedékváltás idejét élte. A század középső harmadának a Bécsi Akadémia köré csoportosuló jelentős mesterei, mint Martino Altomonte, az említett Paul Troger, Michelangelo Unterberger, stb. Már nem, vagy legalábbis kevéssé jöhettek számításba. Az ő tanítványaik, a következő generáció, ezt követő korszak meghatározó művészei, mint Johann Bergl, Johann Ignaz Zimbal, Johann Lukas Kracker, Josef Ignaz Mildorfer, Martin Johann Schmidt, Franz Sigrist, és lehetne még néhányukat sorolni, még nem, vagy alig voltak ismertek Magyarországon. Az 1757-58-ban festett sümegi freskóival a köztudatba szinte berobbanó Franz Anton Maubertsch, ugyan sümeget követően, még 1758-ban éppen a kremzíri püspöki palotába is készített egy freskóciklust, egyébként korábban Dorfmeistert is itteni segédjei között sejtették, így Kradishban jól ismerhették. Mégsem ő ráesett a választás, talán azért, mert ebben az időben még a komáromi Szent András templom mennyezetképeinek a elhúzódó munkálatain dolgozhatott. Dorfmeister türjei tevékenysége végül, ha nem is volt folyamatos, de 4 évet ölelt fel. És az ismertetett vázlatrajz alapot nyújt annak valószínűsítésére, hogy ikonográfiai programját már sajnos mindmáig nem ismert szerződés megkötésekor megkapta. A Szent Anna kápolna főoltárán, amíg bizonytalanul, szervetlenül festett architektúra középpontjába Szűz Mária oktatásának jelenete került. A boltozatra a trónoló atyaisten a 4 evangélistától és a hit, remény, szeretet szimbolikus alakjaitól körülvéve. Itt láthatjuk ezt a szép allegóriát. A templom felüli falra pedig egy sérülése miatt nehezebben azonosítható jelenet, Nagy Veronika meghatározása szerint a preexisztens Mária muzsikáló angyalok körében. Hát a falképeknek az állapota az a restaurálás előtti fázist tükrözi. A templom Dorfmeistertől festett dísze ma a szentélyre koncentrálódik. Itt láthatjuk Dorfmeister szignóját a Szent Anna kápolnában. A hajóban, a Szent Anna kápolnába, illetve a rendházba vezető nyílások körül láthatók figuratöredékek. Itt ennek egy részletét mutatom. Úgy tűnik, hogy e két helyen szobrokkal díszített, festett kapucat képezte a dekorációt. Elnézést kérek a ugrálásért. A két mellékoltárkép a templomban, az egyik Szent Ágostont, a másik Szent Norbertet ábrázolta, jó 100 éve a premontreiek szombathelyi rendházába került, majd onnan elkallódott. A szentélyben a szűzanya életének eseményei jelennek meg. A két oldalsó lunettában a Mária születése és eljegyzése, a gótikus keresztboltozat mezőiben az ő, illetve Jézus bemutatása a templomban. Itt látjuk a két lunetta képet. Itt pedig a mennyezetképet. Az közelebbről, ugye bemutatás a templomban, itt ugyancsak a gótikus boltozatra festett barokk freskók, ezek rendkívül érdekesek és izgalmasak, a főoltárkép. A főoltárkép angyali üdvözletet ábrázolta, ezt láttuk az imént. Az oltár architektúrája előtt két oldalt Szent Ágoston és Szent Norbert dizei figurája áll, vagyis egy színnel szoborszerűen a falra festve.
Az oldalfalak alsó részén Szent István és Szent László és egy-egy további férfi, illetve női szent töredékei láthatók. Ez Szent Norbert szobor lábazatán látható ez a kép a jobboldali leskónak a lábazatán. Itt pedig Szent István és Szent László jelenik meg. És két további töredékes, egy férfi és egy női szemnek a figurái is itt láthatók. Feltehetően a templom hajó kifestésének koncepciójához tartozott, hogy az oldalfalakon lévő csaknem valamennyi figura monokróm, szoborszerű, míg a boltozaton színes jelenetek láthatóak. Itt egy betekintő nyilásnak a festett változata látható, mintha mögötte egy oratórium lenne, ahonnan akár a jelenlévő apát, a szentmisét hallgathatja. Ez Dorfmeister más munkáin is ilyen ablak előfordul. A rendház főlépcsője mellett, tehát áttértünk a rendházba, egy falfülkébe Szent Antal alakja került. A refektórium díszesen festett mennyezetére, egy mezőbe, de ellentétes nézetre komponált két jelenet, a hollótól táplált Illés próféta a pusztában, illetve Jézus és a samáriai asszony, vagyis az evésnek és az ivásnak, az élő vízre és a lelki kenyérre is utaló bibliai példái. A terem boltozatát tartó, ugyancsak grizály festésű atlaszfigurák kifejezetten akadémiai akt tanulmánynak tűnnek. A templom mellett tehát a nagy terembe festett képeket festünk, akárcsak Tomek szerint Csornán. Önkéntelenül is felvetődik a kérdés. Vajon nem cserélte össze a 100 év előtti szerző a két helyszínt? Az ismertetett lap továbbá a munkák elhúzódása is arra utal, hogy a fiatal festő számos vázlatrajzót, s talán színvázlatot is készítve kereshette a legjobb beállításokat, kompozíciós megoldásokat, színezést. Egyes ábrázolásoknál nyilvánvalóak mint a képei. Az angyali üdvözlet oltárképéhez így Franz Anton Palpónak, közös akadémiai mesterük, Troger egy metszetére visszavezethető, a pozsonyi Klarisszák templomába festett oltárképét. A kardinális erények megfestéséhez Malbecsnek sümegi megoldását használta fel, míg másoknál a saját invenció valószínűsíthető. Itt azt láthatjuk, hogy a Palkó oltárkép tervezete, vázlata, az gyakorlatilag egész konkrétan előképül szolgált a fiatal Dorfmeisternek. A vázlatok közül sajnos már csak egyet ismerhetünk, egykori meglétük viszont alig ha vonható kétségbe. Egy részük talán annak a vázlatkönyvnek lapjai közé került, amint említettem, amelynek használatára a későbbiekben oly sok közvetett bizonyítékot találunk művészetében. Az angyali üdvözlet itt is látható kompozícióját 17 évvel később az egyik kiskomáromi oltárképén ismételte meg, ugyanezt használta fel, jóval nagyobb rutinnal, de kevesebb belső tűzzel, fáradtabban. Még a vizitációt ugyanebben az évben Toponáron. A kardinális erényeket 1782-ben a soproni Szentlélek templom mennyezetén. A trónoló atya alakját pedig néhány esztendővel később az Ormándlaki templomban recitálta. 1761-ben Dorfmeister a Bécsi Akadémia képzési sémáit elsajátítva, mesterei kompozicionális toposzait megismerve, saját tehetségétől fűtve, de gyakorlatlanul, különösen a perspektívikus rövidüléseknél, de máshol is felelhető rajzhibái ezt jól mutatják, tehát így érkezett Türjére. Stilárisan, amint erről megnyúlt, sokszor lendületes figurái tanúskodnak, a 40-es évek rokokó könnyedségtől megérintett trogeri festészetének szintjén állt. Korai alkalmazója, utóbb elterjesztője, jelentőségét nem győzzük hangsúlyozni, a későbbi esztentőkben oly jelentős szerephez jutó, itt még kezdetlegesnek ható festett oltárarchitektúrának, amely lehetővé tette a drága anyagból felépített retábulumok fikciójának megteremtését, vagyis a festett
falra festett oltárfelépítményeket. Alakjainak expresszív mozdulata, belső töltése, az éles fény-árnyék kontrasztok keresése, ez itt a főoltárképen különösen szembetűnő, Franz Anton Malbecs erőteljes hatásáról tanúskodik, akivel pályájuk többször keresztezte egymást. Ismerettségük az akadémiáról származhat, de a nála 5 évvel idősebb Franz Anton mester nagy hatású alkotásaival Kremzirben is, a Türjéhez közeli Sümegen is találkozhatott. A türjei freskókon éppen ez a friss levegőt árasztó, erőteljes inspiráció az, ami túlmutat az akadémikus képzettség napi gyakorlatán. Hiszen azok a karakteres egyéni stílusnak még csupán a csíráit mutatják meg. Megfestésükhöz a művész az akadémiai szokások és saját lelkiismerete szerint készített vázlatokat, és ezek alapján érlelte ki a végleges megoldásokat. Hát ezt láttuk a kezdetben bemutatott rajz segítségével. Az 1760-as évek első felében erre volt ideje is, hisz Dorfmeister ekkor még nem a kor legfoglalkoztatottabb festője, csupán egy frissen hazánkba telepedett akadémikus tanultságú reménység. A türjei képek a művész a később betöltött szerepénél akár többre is predesztinálták volna. Arisztokratikus finomságuk és malbercsi tüzük a legigényesebb megbízások lehetőségét is felcsillanthatták volna előtte. Abban, hogy végül minden másképpen alakult, talán Dorfmeister simulékonysága, alkalmazkodó képessége és bizonyos értelembe vett felszínessége játszotta a legfőbb szerepet. A türjei megbízás mellett 1761 és 69 között a művész munkásságában korábban csupán néhány portréról, egy kisebb csendéletről, illetve szentképről, és a celldömölki bencések 1767-es Nepomuki Szent János oltárképéről volt tudomásunk. Utóbbi a türjei fejlődési vonalba illeszkedő, de annál érettebb alkotás. Néhány éve a Somogy megyei Tarany plébánia templomának 1762-re datálható, a rokokó malbercsi szenvedélyességével megfestett falképeit a műemléki kutatást végző művészettörténész egyértelműen Dorfmeisternek tulajdonította. Bár az attribúció mellé tett kérdőjelet íróforrás hiányában a magunk részéről egyelőre indokoltnak tartanánk, a stiláris és motivumbeli egyezések alátámasztani látszanak e megállapítást. Ha itt jobb oldalt megnézzük a padló kövezetének a mintáját, sőt, mint több a kutya motivumot, a türjei képen sajnos éppen árnyékba volt, mert a kép, és itt egy, mondjuk így, hogy hivatali információt árulok el, a beállványozott templom állványán készült munkalámpák bevilágítása mellett, és ezért a legeleje a képnek sajnos árnyékban van, a kutyának a figurája az tökéletlenül látszik, de gyakorlatilag ugyanaz a kutya, csak ott éppen heves előreugrás közepette látszik a Taranyi Szent mennyezet képének a ábrázolásán is, úgyhogy ez a motivumbeli hasonlóság, de a figuráknak a fölfogása is erősen rokon, és mindez a taranyi kutatást végző kolléganőnek, Farbakini Dekla Valillának a véleményét erősíti. Dorfmeister ebben az esetben, már mintha Taranyon is dolgozott, a türjei munkáját 1762-ben házasságkötésével, Sopronba költözésével, taranyi tevékenységével megszakította. Nem sokkal 1768 után készültek a ma Zalaegerszeghez tartozó Csács plébánia templomának szentélyében lévő falképek, amelyek hasonló megfontolások alapján szintén kapcsolatba hozhatók Dorfmeister művészetével, mint Türje, mint pedig a későbbi Sárvár irányába mutatnak hasonlóságokat, kapcsolatokat.
ugyanis 1769-ben kapott megbízást a festő a sárvári Nádasdy kastély dísztermének és toronyszobájának falképeire. Ezeken a rokokó báj és könnyedség, az igényes kivitelre törekvés még megfigyelhető. Kompozíciójukhoz azonban szinte kivétel nélkül ismert metszeteket használt fel. Ettől az évtől már folyamatosan kapta a megrendeléseit Dorfmeister, és a cégérektől alkalmanként akár a szobafestéstől, színházi díszletektől kezdve a főúri kastélyok és a püspöki paloták, kolostorok, freskó díszeiig mindent elvállalt, jól megfelelve a mindenkori megbízó igényeinek. Nyilván éppen emiatt higult föl az ő művészete. Ennek hatására az 1770-es évek első felében, mikor egyéni stílusa kikristályosodott, festészete is megváltozott. Vázlatok készítésére már alig ha volt ideje. Festésmódja gyorsá, könnyeddé és magabiztossá vált, ugyanakkor egyre több lett benne az ismétlés, a rutin, egyre gyakoribbá vált a toposzok alkalmazása, és, legyünk őszinték, egyre gyengült a kifejező erő. Előbbieket mutatja, hogy egyik legelfoglaltabb évében, 1779-ben, persze nyilván népes műhely közreműködésével megfestette a Balfi fürdőkápolna, a Kemenes Szentpéteri és a Kenyeri templomok freskóit és oltárképeit, falképeket festett a soproni Schmidegg-házba, megkezdte a soproni Ferences templom és rendház kifestését, szerződést kötött a novai templom dekorálására, oltárképet készített Bakony Bélbe, Felsősegesdre, Jászóra, Urai út falura, ezen túlmenően három kisebb szentképet is festett ugyan ebben az évben. A bécsi akadémikus festészet magas színvonala, és a hazai megbízók többségének igényszintje közötti szakadékot Dorfmeister sikerrel hidalta át. De éppen ezáltal esett el a Türjé még megcsillantott remények beteljesítésétől is. A történelmi és művészeti változások sorában azonban paradox módon ez eredményezte azt is, hogy az 1780-as években megrendelői, itt elsősorban nemesi megrendelőket kell véleményezni, tehát megrendelő igényeit követve a második Józsefféle abszolutizmus elleni tiltakozást vizuális módon kifejezve úttörő szerepet játszott a hazai historizáló festészet megteremtésében. Utalok itt a Szent Gotthárdi, Szigetvári, Kiskomáromi falképekre. És a templomok falára a szentek illuzionisztikus, teátrális apoteózisát támadó barokk festészet szigorú tematikájának és kötött formáinak fellazításában, a szárazabb, klasszicizáló festésmód meghonosításában is. Ez azonban Türjéről nézve egy távoli és még homályosan sem látható fejezet volt. Összegezve az elmondottakat, a Balatoni Múzeum gyűjteményében található Dorfmeister István által 1761-ben szignált vázlatrajz, amely egy gyermeket ápoló nőalak két változatban készített kompozíció séma variánsait mutatja, ez volt a kiinduló pontunk. A rajz nagy valószínűséggel a türjei Premontrei templom szentélyének déli lunettájában lévő Mária születése ábrázoláshoz készült, mégpedig a festő Magyarországra érkezésének évében. Az akkor még gyakorlatlan festőt a néhány évvel korábban a Hradisi rendházból érkező Tadeusz Schrab csornai prépost, ugye ide tartozott, ahogy említettem, a türjei rendház is, tehát Schrab prépost hívta hazánkba, akinek minden bizonnyal az anyaházból ajánlották a korábban ott is tevékenykedő fiatal festőt. Dorfmeister 1761 és 64 között dolgozott Türjén, ahol először a templomhoz csatlakozó Szent Anna kápolnát, később a templom szentélyét és hajójának egyes részeit festette ki, továbbá a rendház lépcsőházába és a refektóriumba festett falképeket, valamint elkészítette a templom három vászonra festett oltárképét is. A néhány helyen a gyakorlatlanságát is eláruló türjei képeit friss, Franz Anton Malberts által inspirált rokokó lendület és báj jellemzi,
amelyet a következő évtizedekben a mind több megbízást teljesítő festőpalettáján fokozatosan az akadémikus manír váltott föl. Éppen ez vezetett ugyanakkor ahhoz, hogy az 1780-as években konzervatív megrendelői stiláris és tematikai igényeit követve a II. József-féle abszolutizmus elleni tiltakozást vizuális módon kifejezve úttörő szerepet játszhatott a hazai historizáló festészet megteremtésében és a szárazabb, klasszicizáló festésmód meghonosításában is. A két bemutatott kép a kiskomáromi plébánia templom mennyezetén látható. Felhívnám a figyelmet egyrészt arra, hogy a koronáját felajánló Szent Istvánnak a gesztusa jelenete egészen más, mint amit témakörben megszoktunk. Szabad téren játszódik a jelenet. A jelenlevők, mintha nem is mindenki látná, hiszen van, aki csak üldögél. Maga Szent István pedig egy a 18. század végén nagyon divatos magyar ruhába tűnik föl, és fölötté büszkén térdel Mária előtt. Mint egy kurucos büszkeséggel, nincs szó alázatos a szent fölfogásához talán jobban illő meggörnyedt tartásról, könyörgésről, hanem egy nagyon büszkén kifeszített könyökkel, tenyérrel láthatjuk féltérdre ereszkedve. Ez a magyar öntudatot mutatja. Nyilvánvaló, hogy olyan politikai mondani való van mögötte, amely a Szent Istváni hagyományokra utal, a Szent István által katolikusnak mondott Magyarországnak egyrészt a katolicizmushoz köthető hagyományaira, és nyilván protestáns ellenes éllel, másrészt pedig a Habsburg háznak szól a Magyarország rendi alkotmányának az ősi mi volta. A másik képen, ami ugyan csak Kiskomáromba található, első András helyreállítja a kereszténységet. Egyértelmű, hogy a második József reformjaira utal az uralkodó, amelyeket követően a katolikus egyház dominanciáját vélte a megrendelő sürgetően visszaállítandónak a kereszténység helyreállításával. A vataféle pogánylázadást persze erős túlzás ilyen módon párhuzamba állítani a reformációs küzdelmekkel, itt mégis ez történik, és a kereszténység helyreállítása tulajdonképpen a türelmi rendelet visszavonásának a sürgetéseként is tekinthető. Tehát ilyen módon két voltak éppen történelmi jellegű kompozíció jelenik meg egy plébánia templom mennyezetén, Kiskomáromban a barokk nagy falképfestészet utolsó periódusában azoknak a impozáns szent apoteózisoknak a helyén, amelyek korábban a barokk templomokat uralták. Ilyen tematika néhány évtizeddel korábban abszolút elképzelhetetlen lett volna. Dorfmeister ezen a téren és ebben a tekintetben is úttörő szerepet játszott a magyar festészetben. 4 évvel a halála előtt járunk, 1793-ban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm a figyelmet. És akkor újra visszakapcsolódtunk az élő adásba. Meg szeretném kérni kedves nézőinket, hogy tegyék fel az előadáshoz kapcsolódó kérdéseiket. Egy kérdés érkezett már. Szeretném kérdezni, volt-e műhelye Dorfmeisternek, vagy mindent maga festett?
Az igazság az, hogy a híradások sem az az egy-két szerződés, például a Novai szerződését jól ismerjük, az publikálásra is került, nem szólnak arról, hogy műhelye lett volna. Amikor Türjén dolgozott, elképzelhető, hogy csak olyan segédje volt, aki mondjuk az állványozásban és az előkészítésben segített. De a későbbiekben említettem az előadásban, hogy 1780 körül egy évben micsoda rengeteg dolga volt, rengeteg megrendelése volt, ezt lehetetlen egy embernek elvégezni. Tehát szükségszerűen kellett, hogy legyen műhelye. Nem tudjuk megmondani, hogy kik voltak azok, akik az ő műhelyében dolgoztak. Nagyon nagy előszeretettel szoktuk azt mondani, hogy Dorfmeister köre, vagy Dorfmeister műhelye. Igazából az előadásban említett Csácsi templom kapcsán is én így fogalmaznék, hogy Dorfmeister köre, vagy Dorfmeister műhelye, mert egyelőre nincs bizonyítékom arra, hogy kimondjam, hogy bizonyos maga a művész dolgozott. Közben várjuk még a kedves nézőinktől a kérdéseket a chat falon. Amennyire én utána olvastam a művész tevékenységének, nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani, hogy hullámzó volt a tevékenysége, hogy vannak bizonyos időszakok, illetve vannak olyan művek, amelyek jobban sikerültek, és vannak olyanok, amelyek kevésbé. Ez annak köszönhető, hogy annyi megrendelést kapott, hogy nem fért bele az idejébe, hogy mindent rendesen kidolgozzon, vagy ez a kor előre haladtával romlott a művészi teljesítmény? Én azt gondolom, hogy is. Ugye ma is van egy nagyon nagy úr, ami sokszor a teljesítménynek a minőségét befolyásolja, és ezt a nagy urat úgy hívják, hogy határidő. Amikor egy évben sok helyre kellett menni, és mindegyiknek eleget akart tenni, mert hát zsebre ment a dolog, akkor nyilván a színvonal is olyan volt, hogy gyorsan földobta az adott képet. Talán elképzelhető, hogy ott a segédek, előbb ugye említettem, hogy ezekben az időkben, az 1780 körül években szükségszerűen kellett, hogy legyenek segédek. A segédekre bízta, és ő legfeljebb a befejező mozdulatokat, befejező gesztusokat, részleteket, meg a szignatúrát tette föl a falképre. De az is igaz, hogy éppen amiatt, hogy ő több mindent el tudjon végezni, vállalni, a stílusa is változott, sokkal simább, sokkal kevesebb belső tűzzel, kevesebb invencióval ellátott, vagy ilyennel bíró stílust alakított ki, aminek segítségével sokkal gyorsabban tudott dolgozni. Tehát éppen azért, hogy mindennek eleget tudjon tenni, megbízásoknak, de ahogy említettem az előadásban, még akár falfestési, címerfestési megbízásokat is elvállalt Sopronba. Tehát tényleg mindenféle festői megbízásnak eleget tett. Ez gyakorlatilag apró pénzre váltotta az ő tehetségét. Értem. Sajnos ez közrejátszott abba, nem akarok nagyon vulgáris szót mondani, de szóval fölhigult az ő művészete. Értem. Közben érkeztek kérdések. Az egyik kedves nézőnk kérdezi, hogy egy ilyen türjei méretű szerződéshez mekkora önerőt kellett a művésznek biztosítani, vagy a megrendelő biztosította az alapanyagokat, eszközöket? A megrendelő nyilván előleget adott a művésznek az anyagokra, és biztosította azt, hogy a megfelelő állványzat az a helyszínen rendelkezésre álljon. A művésznek alapvetően, különösen egy olyan fiatal művésznek, mint Dorfmeister Türjén,
nem lehetett ön ereje, hiszen 1760-ban, amikor szerződést kötött erre, akkor 19 éves volt, egy évvel később kezdte el a türjei működését, nagy munkák még nem voltak mögötte. Tehát olyan bevétele, olyan jövedelme bizonyosan nem volt, hogy mondjuk egyrészt beszerezhette volna az oda szükséges festéket, másrészt pedig a Türjén töltött időszakban, ami ugye láttuk, hogy megszakításokkal, de 4 évig tartott, meg is tudott volna élni. Nyilvánvaló, hogy előleget, meg részfizetéseket kapott, és a végén elszámoltak. Értem. Következő kérdés, hogy áll a türjei restaurálás, kb. Mikorra fog elkészülni? Nem tudom, hogy erre tudunk-e, vagy tudsz-e válaszolni. Én úgy tudom, hogy a türjei freskóknak a restaurálása az még nem kezdődött el, legalábbis az én utolsó információim szerint, és azt gondolom, hogy ha jól emlékszem, akkor még nem a jövő évet, hanem a 2023-at mondták, hogy addigra fog elkészülni. Ez egy nagyon nagy és összetett munka, és a falképeknek a restaurálása az egy nagyon alapos kutatást is igényel, ez már elkezdődött, illetve nagy részt lezajlott, de maga a restaurálás, és sok helyen a restaurálás az kiegészítéssel és rekonstrukcióval is jár, ez még hátra van, ez egy sziszifuszi aprólékos munka. Nagy valószínűséggel Dorfmeister még így is gyorsabban haladt a füstéssel, hogy a restaurátorok tudnak a helyreállítással. Igen. Közben köszönik neked a válaszokat a YouTube csatornán. Újabb kérdések nem érkeztek. Nagyon köszönöm ezt a ma esti előadásodat. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad, és így sikerült a technikai nehézségeket leküzdve ezt a nagyon izgalmas témát bemutatnod a nézőknek. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőinknek mondom, hogy 2 hét múlva csütörtökön, ugyanebben az időpontban 18 óra 30-tól folytatódik a múzeumi találkozások online. Egy izgalmas nyomozásról fogunk előadást hallani, egy római sírkőről, amelyet egy közösségi régészeti feltárás keretében hozzá kapcsolódó feltárásról hallhatnak Bagot környékéről, Eke István régész kollégám és Sipos Ferenc polgármester úrnak a tolmácsolásában. És hadd hívjam fel a figyelmüket még egy online eseményre. Itt a múzeumnak a YouTube csatornáján jövő héten kedden 15 órától a Zalai Múzeum 25. kötetének bemutatóját láthatják. Arra is invitálom és várom önöket, és ne felejtsék el, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, vigyék el ennek az előadássorozatnak a jó hírét, hogy minél többen meg tudják nézni ezeket az előadásokat, és tudjanak csatlakozni. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak, szép estét kívánok önöknek!